Önök a Poli Televízió híradóját látják, a műsorvezető Deák Mária. Köszöntöm az aktuális nézőit, jó napot kívánok! Kérem, hallgassák meg híreinket röviden, aztán pedig jönnek a részletek. Több mint 1000 facsemetét ültettek el Kézdivásárhelyen. Bontják az egykori kemény műtőgyárat. Húsvéti kiállítás nyílt a Vigadóban. 8-szor szervezték meg a Média Info versenyt. Bukarestben mutatkozott be Székelyföld. A Kézdivásárhelyi önkormányzat támogatásával zajlott a Helyi Zöldnap Egyesület dicséretes kezdeményezése. A hétvégén több mint 1000 facsemetét ültettek el a város különböző pontjain. A faültetési akcióval párhuzamosan olaj- és száraz elemgyűjtés is zajlott. Pénteken kezdődött meg az a nagyszabású akció, amelynek révén zöldebb lett a céhes város. A katrusai erdőből ásták ki a Kézdivásárhely különböző pontjain elültetésre szánt fenyő és nyírfa csemetéket. Az első fákat már pénteken elültették, majd szombaton folytatták a munkát. Négy nagyobb helyre ültettük el. Az első hely a Nagymózesnek az udvara volt, ott 99%-ban a Nagymózes elméleti gimnázium diákjai csinálták meg a munkát. Mi csak annyit csináltunk, hogy a fákat, amiket kiástunk a tegnapin a folyamán, akkor azt levittük. Ma is a kertészetből a fákat odavittük nekük. Volt még akkor egy nagyobb helyszín, ami inkább nevezhessük mai napnak a központjának. Ittől most mi is állunk, az új református temetőről van szó, ahol elültetésre került 340 darab csemete. Itt csak is nyírfa van, meg egy-két másfajta is fa is belekerült, de itt fenyő nincs elültetve. És mit gondolsz, lesz második alkalom is? Igen, lesz. Hát már jelenleg még a tervben voltak még települések, volt például a Kézdin a katolikus temető is, oda jelenleg most nem jutott fa, de nem baj, mert fel van írva a papírra. Még kilátáson az akasztófadom, így a kézdivásárhelyiek és felsőbbszékek tudják, hogy az akasztófadomban melyik rész, ott is meg van már beszélve, oda lehet minni fát következőkor is. Akkor van itt pont a Vadrózsa étteremmel szembe levő református temető, templomnak, az oroszfalvi templomnak az udvarára, oda is lehetne, akkor lehetne az oroszfalvi temetőben is, tehát ezek helyenek mérve, ki is van számolva, tehát következőkor is lehet ültetni, fogunk is ültetni, ha nem is ősszel, legalább tavasszal, a tavaszi zöldnapok második fordulója ismét erről fog szólni. A két nap alatt kulturális programmal is kedveskedtek a faültetésben megfáradtak számára a rendezők, így a sportcsarnokban több helybeli együttes szórakoztatta az érdeklődőket. Ugyanakkor a sportszálló konferencia termében környezetvédelmi előadások hangzottak el. A következő rendezvényre a kritikus tömegkerékpáros felvonulásra március 31-én a CS városban kerül sor, szintén Kézdivásárhely polgármesteri hivatalának sportirodája és a Zöldnap Egyesület szervezésében. Újabb ipari létesítmény tűnik el Kézdivásárhelyen. Az egykori keményítőgyárról van szó, amelynek termelő csarnokait immár szinte teljesen lebontották. Erre azt követően került sor, hogy a tulajdonos lakatot tett az épületre. Csak a raktárépület és az irodaház érintetlen az egykori keményítőgyár területén található ingatlanok közül. A központi termelőcsarnoknak is csak egy csonkja mered az égnek, emlékeztetve az arra járókat, hogy valamikor ott egy jól működő ipari létesítmény volt. Az 1970-ben beindított keményítőgyárat 1990-ben magánosították, 2001-ben szinte teljes tulajdonosváltásra került sor. Egy multinacionális cég bevásárolta magát a vállalatba. A termelés egy ideig jól működött egészen addig, míg 2008. február 13-án az Amilom Románia RT egyedüli tulajdonosaként sajtóközleményben bejelentette, hogy csökkenti a termelést és a nyersanyag magas ára miatt lemond a keményítő és a glükóz gyártásáról. A gyár még az Európai Uniótól kapott glükóz kvótájáról is lemondott, erre természetesen pénzt kapott Brüsszeltől. A sajtóközlemény egyben rossz hírt jelentett az akkor még alkalmazásban levő közel 120 embernek, ugyanis többségüket akkor el is bocsátották. A gyár falai is rövid ideig álltak, mivel a tulajdonos elrendelte a telep lebontását. Az úgynevezett nagy takarítással zöldmezős beruházásra lesz alkalmas a csavargyár szomszédságában levő terület. A gyár soron immár két nagy vállalat már csak az emléké. A csavargyárban évek óta semmiféle tevékenység nem zajlik, míg a keményítőgyár területe befektetőkre fog várni.
Rendkívüli kiállításon mutatták be a húsvét előtti hagyományos szokások dísztárgyait a Vigadó Művelődési Házban a felsőháromszéki népművészek. A zsúfolási megtelt kiállító teremben különböző tojásfestési és csempedíszítési motivumokat lehetett megtekinteni, de a bútorfestés, gyöngyfűzés és a faragás remekeit is megcsodálhatta a közönség. A Bot Péter tanítóképző régi zene együttese nyitotta meg a Barabás Zsombor Egyesület húsvéti hagyományokhoz kapcsolódó kézműves kiállítását, amelyre a környék népművészei hozták el alkotásaikat. Az alkotók ez alkalommal is elkápráztatták a közönséget nem csak a munkák igényes kivitelezésével, hanem a rendkívül gazdag ötletvilággal is. A nemezből készített csibéket felügyelő Posztó bácsi mellett jól megfért a fáradalmas kézi munkával készített ékszer. A gyönyörű festésű népi bútor, az aprólékos faragású tékas, az ékszer számba menő festett vagy faragott tojás. A kiállításon László Károly keramikus köszöntötte a jelenlevőket, majd a húsvéti témakörről, a népi szokásokról és a kiállított munkákról Barabás Hajnal művészettörténész, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa beszélt. Nem hiába van az, hogy ennek a városnak olyan módja van, ami tényleg kötelezi is a lakóit arra, hogy ne csak a hagyományokat őrizgesse, hanem ezeket ott, ahol egy picit elakadtak, megelevenítse. Ilyen egyesületek munkája által, ilyen kiállítások létrehozásával, vásárokkal egy picit ezt felevenítse, és minél inkább ápolja ezeket a hagyományokat. A nagy népszerűségnek örvendő rendezvényre való tekintettel az egyesület tagjai a jövőre nézve újabb és újabb tárlatokkal szeretnének jelentkezni, hiszen a hagyományok ápolása és széleskörű ismertetése elengedhetetlenül fontos és szükségszerű. A kiállításon résztvevő 16 népművész munkáit március 29-ig lehetett megtekinteni. Idén a környezetünk, ami hatással van ránk témát kellett annak a 9 csapatnak kidolgoznia, amely benevezett a Médiainfo nevű 8. alkalommal megszervezett informatikai tantárgyversenyre, melyet a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ szervez meg minden évben. Szentgyörgyről, 60-ból, Brassóból és Szentegyházáról érkeztek résztvevők a Médiainfo versenyre. Kézdivásárhelyről a Bot Péter tanítóképző, a Nagy Mózes Gimnázium, valamint a házigazda iskola, a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ román és magyar tannyelvi informatikusai neveztek be az erdélyi szinten is rangosnak nevezhető versenyre. Az előző évek hagyományát követve a verseny első napján pénteken az úgynevezett házi feladat bemutatását ejtették meg a csapatok. Az otthon megoldott feladványok kiértékelése korábban megtörtént, a verseny helyszínén csak ismertetni kellett azokat a módszereket, amivel a témát kidolgozták. Szombaton került sor a gyakorlati megmérettetésre. A diákok idén a környezetünkkel kapcsolatos témakört kellett képfeldolgozó, szövegszerkesztő és más programok segítségével kidolgozzák. A kétnapos verseny után a szakmai zsűri az első díjat a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ román tannyelvű csapatának ítélte oda. Második helyen végeztek a Sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen elméleti liceum diákjai, és bronzérmesek lettek a Nagy Mózes Gimnázium versenyzői. Immár második alkalommal vettek részt a székelyföldi megyék a bukaresti turisztikai vásáron, aminek a Romexpo volt a házigazdája. Háromszék és azon belül Kézdivásárhely is képviseltette magát a rangos vásáron, amit a budapesti hasonló kiállítás után szerveztek. Elena Udrea turisztikai miniszternek is elnyerték a tetszését a Bukarestben megtartott turisztikai vásáron a székelyföldi megyék által felállított standok. A turisztikai tárca vezetője értékelte a bemutatott termékeket, megcsodálta a helyben készülő festett és patkolt húsvéti tojásokat, amelyekből ajándékba is kapott. Biztosította a Hargita és Kovászna megyeieket, hogy folytatni fogja az elkezdett beruházásokat és hamarosan ismét ellátog a térségünkben. A székelyföldi megyék vezetői szerint az összefogás, az együttes fellépés a közös projektek turisztikai szempontból is fontos pillérét jelentik a térség fejlődésének. A kiállításon résztvevők szerint értékesek számunkra a külföldi turisták, de igazából a román vendégek a leghálásabbak, ezért is tartották fontosnak bukaresti jelenlétüket a rangos vásáron. A kiállításon elsősorban a húsvéti ajánlatok népszerűsítésére helyezték a hangsúlyt,
De a konferencia is üzleti turizmus terén nyújtott kínálatainkat is előtérbe helyezték a standokon. A vásáron összesen 18 székelyföldi kiállító vett részt, akik a régió turisztikai látványosságait mutatták be, s a térséget népszerűsítő anyagokat állítottak ki. Az exportról készített összeállításunkat szerdai adásunkban tekinthetik meg. Kedves nézőink, Önök a hét első híradóját látták. Köszönöm figyelmüket, és kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.